Szavaztok. Új, hát ez a beköszönés nem volt valami jó biztos, de úgy gondoltam, hogy akkor nem kezdjük újra. Bocsi, a baseball sapkáért ezt úgy kaptam, aztán megígértem, hogy ebben most egyet videózni fogok. Igen. Lehet, hogy annyira nem áll jól, de hát ez van, srácok. Na, honfoglalózni fogunk, már úgy gondoltam. Miért nem vagyok én középen? Felrakom a lábam. Nem. Így jó lesz. Na. Jó lesz az így? Komolyra kell venni ezt a videót, mert ez most nagyon komoly. Mindenki honfoglalózik, aztán arra gondoltam, hogy én is egyet kipróbálom. Ami nem lesz más, mint tényleg. Csináltam egy izét. Milyen fasz? Csináltam egy ökuntot, gyakorlatilag egy darab... Egyet nem játszottam, egy menetet nem játszottam ebbe a dologba. Menet mi? Mindig az jut eszetekbe a menetről, tudom, nekem is. Na! Egyébként Zsolt, itt van még a izé. Itt van, aki sárga villogó visszabállam a izébe, Győrbe is, majd ezt ott is nyomjuk vele, csapjuk neki. Na, játékindítás, gondolom, és akkor veressük. Tudom, hogy működik ez az egész, úgy nagyjából. Na, villámháború. Hogy a kérdésekre kell felelni, és... Várjál már, hangos ez a dolog. Na, hang... Bázis terület sorsolás. Terjeszt ki a birodalmat. Kincsebb... Ja igen, kérdésre kell válaszolni. Várjál. Válaszol gyorsan. A Brandy az, ja, hát az ötfele... Azért mondtam ötfelet, az már ugye azt kérdezett... Figyeljétek, nem fogom felolvasni a kérdéseket. Ugye az volt a kérdés, hogy hány százalékos lehet a Brandy. Hát gondoltam nincs ötfen, de mondom ötfen körül. Ez a területválasztás, ezt nem tudom, ez hogy működik, ez tök mindegy, vagy mit tudom én. Lehet, hogy körbe kéne vennem ugye a bázisomat. Na mindegy, ezt elcsöztem. Na ugye akkor tudják támadni azt is. Ha várod, vagy milyen ráka neve érdek a dolognak. Babics Mihály, mit tudom én milyen dolga, mikor jelent meg. Jó, nem tudom felolvasni, olyan gyorsan történnek itt az események, gyerekek. Pest megyére is rámegyünk, gyerekek. Tetszik ez a játék egyébként, ilyen kérdésekre kell ugye felállni, nem tudom, mindenki ismeri, szerintem csak én nem játszottam még ezzel a játékkal. Hány évesen halt meg hazánk legidősebb embere? Szerintem 105. 110. Megint a képer vitte a dolgot. Eddig minden kérdésre hibát, vagy én feleltem jól, ugye? Azért tudjátok, értitek. Szeretem az ilyen kvíz dolgokat, igazából én rengeteg dokumentumfilmet nézek meg hasonlót a sztál miatt is szerintem. A lexikális tudásom az rettelet. Zombor öröm birkózó. Mondjuk egy hatot. Aranyat, ugye aranyról van szó. Egyet! Ne! Jó, ezt elcsesztem. Fogalmas is ki az a zombori öröm. Ezt elcsesztem. Oké, gyerekek. Még vezetünk. Bocs, hogy nem olvasom fel a kérdéseket. Szinkron színész. 1966. 79. Jó, vittem. Gondoltam basszus, ha szinkron színész, akkor nem lehet olyan kurva öreg. Ugye már miért lenne? Hát ez szinkron az nem olyan régóta van Magyarországon. Az területet. Arra gondoltam egyébként, lehet, hogy csinálunk egy klánt majd. Ugye lehet ebbe egy klánt csinálni, egy ilyen Keeper the Tankes klánt. Egyébként úgy találtok meg, hogy Keeper TT. Válaszol gyorsan. Kálcium cyanid. Szerintem 4.
Kettő. Jó. Jó, ez mázli volt. Jó, és az is az enyém. Jó, veletünk. Ki kezd? Piros kezd. Remélem megtámad. Megtámadott, jó? Aha. Hol váltható be ugye a lejárt bankjegy? Hát postár is, meg mindenhol. Ezt kivédtük gyerekek, kaptuk 100 pontot. Választ területet. Ja, most én támadok? A pirosat betámadjuk gyerekek. Kicsináljuk. Kincsen párt. Melyik itt található Prágába? Károhíd. Igen, ugye ezt elvittük. Ugye abba gondolkodott, ugye valószínűleg nem magyar nevű, de magyar nevűnek kell lennie. Ugye Prága az nagyon sokáig Magyarország fennhatósága alatt létezett. Hol volt az első filmvetítés? Szerintem Párizsba. Mind a ketten tudtuk. Jönnek, Száva folyó hány országot érint? Júj, bazd meg! Szerintem nem túl sokat, hármat. Vittük. Nagyon jó gyerekek, eddig talán egy kérdésre nem feleltünk, jó? És akkor én támadhatok. Mondjuk ez jó lesz. Nem akarok betámadni a pirosnak a fő erődét, mert ott ugye azt hiszem három kérdéseket. Ah, jó. Válaszolj gyorsan. Kétjegyű pozitív egész szám található. 90. Elkezdi 4, hallod? Jó, ezt is elvittük. Ja, mert az első 9 az nem egész, ugye? Hát az... Ez jó, ezt tudta. Ez elvitte. Ja, az első 9 ugye az nem... De egész végig engem cseszegetnek. Vénusz. Igen. Pont múltkor néztem egyébként. Tök szépen látszott vörösen. Vénusz. Gyerekek, de végig engem baszogatnak. Az a heredi porcelángyár. Azt kellett volna. De hogy végig engem cseszegetnek? Nem baj, ezt megnyerjük. Ja, basszus, nem... És megint engem cseszeget. Káro híd, melyik? Hát ott van Prága! Hát az előbb volt a kérdés, baszod. Tudta ő is. Ilyenkor miért nem az idő dönt? Hát... Válaszolj gyorsan. TV2, 1900... Ezt... Tudtam, hogy nagyon alálövök, mert a TV2 az nagyon késő volt, de azért eltalált, vagy én kaptam. Jó, ezt szerintem visszük. Ezt visszük, ja, ezt nyerjük. Válaszolj. Mohamed Reza... Irán, jó. Afganisztában ilyenek nem voltak szerintem. Jó, ezt is megvittük. Ja, egész jó, mert aladunk. Jó, van, örülök neki. Megint én balasztok területet, ezt elvisszük. Nem akarok betámadni ilyen fővárat, adtam. Azt mondta, három helyes kérdést kell csinálni. Csapláros. Kocsmáros. Hú, ez pörög ez a játék, gyerekek. Hetfen körül. ...2005 az erős lett volna. Betámadt a fővárom. Kendermagos.
Jó gyerekek, nagyon jók vagyunk, imádom. Ja, jelöljetek be Keeper TT, nem olyan, hogyha valaki akar barátként. És megint biztos, hogy engem támad. Gondoltam. Válaszolj! Vörös Marti, aha. Jó, ő is tudta. Válaszolj gyorsan! Hány méter átlagos mélysége? Hát szerintem nem olyan mély. 4. 80 méter a Balaton mélysége, hallod? Ó, ember, hát mi, hol vagy te? Ez nem a Loch Ness-i tó. Jó, nyertünk. Farangó volt egyébként. Király. Nagyon jó, jó, ezt megjártuk, basszus, nagyon pörgött, mert állandóan engem támadtak, meg én is támadtam, ugye? Jó. Gondolom, ilyen tutoriálok vannak itt, valami kastélyt kell itt építgetni. De ez nagyon éltem. Jó, adóbegyűjtése, és akkor így lesz pénzem, ugye? Rá kell kattintani várra, és akkor adóbegyűjtése? Uh-huh. Jó, és akkor van ennyi pénzem, ugye? Itt meg ez annyi, hogy mikor játszhatok? Mennyit játszhatok, gondolom. Jó. Oké, srácok, akkor nyomjuk még egyet. Jó, aztán majd meglátjuk, akkor tudtok jelenni meg ilyesmi. Lehet, hogy kihívni is lehet ilyenkor. Meg esetleg egy klánt alakíthatunk. Váratköri helyzet, szabrok növelik a begyűjthető adókat. Na, megnézzük, hogy megint tudunk-e ügyesek lenni. Vagyis nem is ügyesek, okosak inkább. Aranyka 83. És Simgirl. Ezekkel fogunk játszani. Kicsit lejjebb halk itt a Wardit tekevez itt, mint az alt. Rokonok című fűvét, 1900. 68. 54. Jó. Vittük, gyerekek, vittük! És most úgy csinálom, hogy körbe rakom magam. Mert van valami olyan skill, hogy át tudja ugrani a... Át tudja ugrani ugye a területeket valami varázslat, vagy nem tudom mi, aztán akkor egyből támadhatja, de nem baj. De nézzétek, nekik ilyen várak vannak. Hat gyereket szerintem. 8. Jó, vittem. Nigerbe basszus, hát egyértelmű, hogy sokat. Ja, itt van, elvileg van szintjük ezeknek, nem? Ő egy 25-ös szintű, meg az is egy 25-ös szintű, én meg egy 1-es szintű vagyok. Tehát egy ideje már játszanak a csávok. Legyen 50. Jó, megvan. Ezt fogalmam sem volt, tippeltem, próbáltam behatárolni, hogy milyen szélesség fogok vannak. Egyébként most nem, tényleg nem rajolás meg ilyesmi, de egész életemben szinte dokufilmeket nézek. Imádom őket, és szeretek információt szívni magamba, úgyhogy talán fekszik ez a játék nekem. Húj, baszd meg! Jó van, az a baj, hogy... De hülye voltam! Jó, ez fasság volt. Elnéztem egy dullát. Az a baj, annyira zavar még engem az, hogy baromi gyorsan kell felelni. És ez kiakasztó. Tényleg az kiakasztó. Az zavar legjobban. Ezeket szó... Oh! Bazze, 1695-ben már megjelent. Kurva élet. Jó, még vezetünk. Pont ügyileg, ugye? Válaszolj gyorsan.
Ja, jól gondoltam, hogy az egy eléggé elől van a periódusos rendszerbe. Ugye? Hogyha rá belegondoltok, hogy hol van. Ugye hidrogén az első Kezdődjön talán. a csata! Hidrogén, jó, az első. Na, kezdődjön a csata. Jó, támad engem. Ha ha ha! Elcsesztük. Jó, nem engem támad. Ja, jó ez a játék egyébként. Ugye, hogyha nem engem támadnak, akkor egy ilyet nézek. Eddig még ez nem történt meg. Mivel egész végig ugye velem harcoltak az illetékesek. Na. Egyes szintű vagyok, ezek meg 25-ösek, beszarás. Na, válasz területet. Kit támadjuk meg? Támadjuk meg ezt a pirosat. Aranyka 83-at. Gondolom valami lány. Masiriszta. Mozdonyvezető. Elkezdi őr. Ki az a hülye, aki masirisztát azt mondja, hogy őr? Melyik? Hú. Button, nem? Mark Webber. Ó, volt egy egy ismerőség, azt tudta volna. F1-es versenyző akart lenni. Gyerekkorában. Na én választok. Hát kinyírjuk ezt a pirosat, na nem baj. Gondolom. Baszd meg akkor. Nem, nem véletlenül se a német nyelvű. Á. A pirosat kell támadni, ki lehet nyílni a gyerekek. Na, kis butus. István. István. István, mondjatok. Hülyék. Azok hétvezér, melyik nem a hétvezér egyik tagja, hallott? Töltömöt mondták, az. Nagyon komoly, tetszik ez a játék, gyerekek. Nagyon bírom. Keeper, na, megyünk a izére. Piroskára. Nagyon köcsög vagyok, de... Murza minor. Kis medve. Ugye a minor az kicsi. Legyen 5 fer. Azért a 6 az erős lenne, hát nagyon régóta gondoltam, hogy nagyon-nagyon régóta vagy a Tour de France, de azért nem 6 éve. Jó, az 5 fer is kevés volt, tudom, de akkor mégiscsak. Támadj engem! Támadj engem! Piroska! És nem támad engem, figyelitek? Mézga család nem bá film, baszod! Ne szórakozzál! Támadj engem! Kösz. Milyen lenne a gulyás basszus? Melyik évben kezdte el működését? 1962. Mazlin volt, igen, ő is arra gondolt, hogy már jó régen. Mazlin volt, jó. Ezt annyira nem régen, ugye? Bocs, piroska. Szentendre. Most nagyon buta voltam. Mindegy, megnyerjük már biztos. Á, megtámadt a fő izé. Budapest. Hát te hülye vagy, a Vixi ház. Nagyon imádom. De milyen evidens kérdésekre nem tudják a válaszokat? Most őszintén.
Ja, ugye most már ezt támadják. Nitrogén-dioxid, bazd meg. Ezek komolyan mondom. És de tényleg, remélem nem nézi senki a videómat, de... Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyen lehet... ilyenek ellen járni. Na, mi ez? Üdvözöllek Keeper TT. Fújtató Frédi Kovács Mester vagyok. Hadd telepedjek le a földedre és segítek nemes küzdelmedben műhelyemmel. Jóféle kalapács. Kalapács mindig el kell a hasznom, blablabla. Két rossz választ tudsz megsemmisíteni. Ez miért jó? De ez miért vannak ilyenek? Most nem azért. Vannak ilyen izék, ilyen cuccok, amikben lehet különböző dolgokat elérni. De most akkor valakinek van pénze, az meg tud ilyen hülyeségekkel élni, nem? Ó, de gaz. Na jó van, gyerekek. Kettőből kettő győzelem királyok voltunk. Várlak benneteket akkor a következő részben. Ezt nagyon élem ezt a játékot, gyerekek. Nagyon-nagyon tetszik. Remélem, hogy ilyen szuper sikersorozatunk lesz ezután is. Sziasztok!